beavató zarándoklást csinálunk, így hívjuk, minden szombaton Budapesten. Innen a Szent Anna kápolnától, ugyanazon az útvonalon, hogy elmegyünk Makkos Máriára és elmegyünk Mária remetére. Mindig úgy van, hogy 10 órakor gyülekezünk, most éppen nem sikerült, de nem baj, tehát 10 órakor gyülekezés, 10:30-ig regisztrálunk, összeszedjük magunkat, szétosztjuk a könyveket, és 10:30-től pedig megkezdjük a programot, a zarándoklat ismertetésével, a zarándoklásról kicsi beszélgetéssel, a Máriunkról való beszélgetéssel. De mindenkit hívok, szóljatok az ismerőseinknek is, nekik is, a barátaitoknak, családoknak, plébánok, plébániákat, iskolákat, minden közösséget hívunk, hogy próbálják meg a zarándoklást. Ez a beavató zarándoklás, mert ebben az összesen 11 néhány kilométerben mindent meg lehet érezni, hogy milyen is ez. Fogunk énekelni, fogunk imádkozni, szentmisével fogjuk zárni, és közben pedig néhány helyen megállunk, és annak a nevezetességére beszélünk. Tehát ez egy beavató zarándoklás, ahol vagyunk, és a bajai közösség az első, aki megnyitja a beavató zarándoklásokat. Eddig a zarándok vezetők felkészítése folyt, de ti vagytok a legelsők, akik a beavató zarándoklást kézzel hagyjátok. Isten hozott bennetek.